Különleges biztonsági intézkedésekkel védik a magyar mangalicákat az afrikai sertéspestistől. Az egyedülálló magyar fajta az 1990-es évekre már majdnem kihalt. Akkor alig 150 egyed volt fellelhető világszerte. A sikeres tenyésztési programnak köszönhetően azonban jelentősen megnőtt a számuk Magyarországon. Ez egy magyar őshonos sertésfajta, és összesen 7000 koca van belőle. Tehát itt, hogyha felszámolnának állományokat, vagy beütne egy nagyobb betegség, akkor ez egy végérvényes kihalást eredményezne, ezt nem lehet pótolni külföldről. Amikor a afrikai sertéspestisnek a magyarországi megjelenéséről értesültem, hát az első gondolatom az nekem is az a pánikreakció volt, hogy hát ez az általunk megmentett fajta képes lesz egyszer, még egyszer teljesen kihalni. Drasztikus állategészségügyi szabályokat vezettek be, dupla kerítést húztak, megtiltották a gazdaságok turisztikai célú látogatását, és mindenkinek, aki kintről bemegy a telepre, védőruhát kell viselnie, valamint fertőtlenítenie kell, nehogy behurcolja magával a vírust. Így is le kellett már vágni 1200 állatot, mert fertőzött vaddisznót találtak a környéken. A sertéspestis 2018-ban jelent meg Kelet-Európában, a sertéshúspiac szinte teljes összeomlását okozva. A mangalica tenyészetek száma 250-ről 180-ra csökkent az utóbbi 3 évben, de az őshonos magyar fajtát sikerült megint megmenteni.